34-19, mint rekord siker, aztán 24-19 a horvátok ellen, a szlovákia elleni júniusi világbajnok is lejtezőre készülő magyar női kézilabda válogatott keretét, ezzel a két győzelemmel formálta tovább Kim Rasmussen szövetségkapitány. A tanulságokról beszélgetünk a szövetség kommunikációját vezető Ballai Attilával, szakírunk Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, a, Attila, azt ez alapján, a két meccs alapján te kimered jelenteni, hogy pontosan látod, hogy ő mik a kapitány elképzelései? hanem is a két meccs alapján, de a kapitány az elképzelést az első pillanattól kezdve tisztába tette. Azt mondta, hogy ha a magyar válogatott jól játszik, akkor nincs ellenfél, amely megverné. Arra kell receptet találni, amikor a magyar válogatott nem játszik jól, mert képes erre, olyan hullámzásokra képes, ha csak a legutóbbi Európa-bajnokságot nézzük, hogy pénteken héttel verjük Montenegrót, vasárnap nyolccal kikapunk Romániától, majd kedden csak egyel Norvégiától. Oda kellenek automatizmusok, amikor, amikor az egyén a a virtuóz játék nem viszi el a csapatot. A, kapitány ezeket a biztonsági a kapitány dolga az, hogy a, akárhogy fúj a szél, valahogy mégis kikapcsolja, a szélárnyékba vigye a csapatot, tehát hogy ne legyenek ezek a nagy hullámok, igaz? Igen, mindenképpen. Tehát egy szint alatt a magyar válogatott ne játszon. Megtalálta a hangot a lányokkal, abszolút? Abszolút, az első pillanatok kezdve az érezhető volt. Görbic Anita is mondta, az első hét után felsóhajtott, hogy na most úgy érzem, hogy pont ilyen edzőre volt szükségünk, és ő azért egyrészt elég sok edzővel dolgozott, már más ez nem az a típus, aki úgy kapásból elkezd ömrengeni, meg, meg dicsérni, lelkendezni. Hogyha a habitusban, meg hozzáállásban összehasonlítjuk az előddel, Ambros Martinnal, akkor mi itt az alapvető különbség? két kultúra, két kézilabdás kultúra, két nagyon jó szakember, mi a különbség? Szerintem Rasmussen olyan tekintetben egyrészt határozott a egyéniség, hogy fixen ő az edzésen lelépi azt, hogy te most ide, te most ide, te most ide, Ambros ilyen tekintetben egy kicsit talán inkább hagyja a csapatot. Másrészt Ambrosnak annak idén, ugye, amikor a spanyol klub csapatánál dolgozott, egyértelműen a védekezése kellett felépíteni a, a, a a stratégiát, a taktikát, mert azt mondta, hogy ha az megvan, akkor a nagyon nagy baj már nem lehet. Rasmussen viszont gazdálkodhat egy válogatottal, azzal a válogatottal, amelyben hatalmas támadó potenciál is van, tehát ő mindenképpen úgy érzem, hogy ilyen tekintetben komplexebben játszhatja a csapatot. Na most azt mondnak, hogy te azt hogy látod, hogy igazából ő egy drasztikus fiatalításra készül, vagy egyszerűen a legjobb korú keretet próbálja összehozni, és a kettő között mondjuk milyen különbség van? De semmiképpen nem érzem, hogy drasztikus fiatalításra készül, már csak azért sem, mert azért a magyar csapatban megvannak azok a 26-27 éves játékosok, akiket egészen Tokióig, sőt, akár még tovább is lehetne vinni. Ha csak most arra gondolok, hogy Zácsik Szandra visszatért a vásérüléséből teljes fegyverzetbe, és olyan régóta itt van a magyar kézre, de, hogy azt gondolnánk, hogy jó, a Szandra már hány éves, hát még csak 27, és ugyanezt nagyon sok játékosunkra elmondhatjuk. Nem, szerintem a, a skandináv kézzelben abszolút benne van az a filozófia, hogy, hogyha az ember sportszerűen normálisan él, odafigyel mindenre az étkezésére is, akkor 30-on túl is kiváló játékos lehet, és Rasmussen abszolút ezt képviseli. A kapitány szemben most a szövetségben miféle követelmények vannak egyben jelen pillanatban? Jussunk el a világbajnokságra? az alapkövetelmény. Nem csak azért, mert Szlovákia az ellenfél, amelyen a magyar válogatott egyértelműen jobb, hanem azért is, mert a kézilabda sportákban a, azt szoktuk mondani, hogy a nemesi rang kötelez. Tehát azért, hogyha kosárlabdában, röplabdába kijutunk egy világversenyre, akkor örömtüzek gyúlnak. Hogyha kézilabdában nem jutunk egy világversenyre, akkor itt a világ vége. Persze ki kell jutni, Németországban lesz a világbajnokság, a csoportból tovább kell jutni, és azt mondom, én most így még láthatlan, hogy a nyolcad döntőt is meg kell nyerni. A magyar válogatottnak ott a hely a világ nyolc legjobb csapata között. Na most, a, a, ugye azt láttuk a Horvátok elleni első felkészítési mérkőzésen, ahogyan azt mondtam is, hogy ez egy rekord győzelem volt ellenük az eddigi statisztikák alapján. Ezt egy olyan mesnek láttad, ahol egyszerűen mindenki ment előre és bizonyítani akart? Egyrészt nyilvánvalóan persze. Tehát ugye, amikor ide került a kapitány, akkor azt mondtuk, hogy az olyan, mint az első rendezvú, akkor még mindenki legjobb formát akarja futni, még mindig a második, harmadik rendezvúnál tartunk. Tehát azért megvan ez is. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy 19 gólt kaptunk mind a két mérkőzésen, de az ellenfél legjobb játékosa, Andrea Penezics nem volt itt, aki azért meccseként 6-8 gólt szokott lőni. Tehát nem azért vertük meg 15-tel a horvátokat, mert, mert, hirtelen 10 gól különbség lett a két csapat között, a korábbi 5 szemben most 15, hanem most ez a két keret így alakult. Ha igazán meg akarod ragadni azt, hogy mi lesz a különbség az ideális Rasmussen féle csapat játéka és a korábbi magyar válogatott játék között, akkor ezt milyen elemekben mondanád ki, ahogyan például ugye a férfiaknál Vranyesz érkezésénél mindig egy kulszó szokott lenni, gyorsaság, gyorsaság, gyorsaság. Itt a tudatosságot mondanám, védekezésben mindenképpen tervszerűen ellenfélre és játékosra és specifikusan felkészült védekezés lesz. Támadásban pedig, a, amikor a magyar válogatottból elfogy az ötlet, akkor elfogy a türelem is, és jönnek azok a keresztpasszok, amiből az ellenfél indul, és gyakorlatilag megverjük magunkat. Ezek, ezek el fognak tűnni a játékunkból. Tehát az a fajt, azokat az automatizmusokat kell begyakorolni, ami a nehéz helyzetekben a, a, ezt a türelmet tartja. Tehát Egyfelül az, hogy, oké, oké, okay, okay, nem fogunk hullámvőbe kerülni, várunk, várunk, kivárunk, és nem adjuk el a labdákat. Ha, ha tenisz lenne, akkor azt mondanám, hogy ki nem kényszerített hibát nem vétünk. Korábban vétettünk rengeteget. Ö, na most. Az, hogy a két találkozó között mi volt a különbség, hogy a második találkozón kevesebb gól esett már, mint a részünkről, azt, azt minek tudhatjuk be? Az összeállítás változtatásának, kísérletezésnek, mi ennek a fő oka szerint? Részben változott az összeállítás, és persze kísérve a Görbic, itt a nem játszottak, a fiatalok bekerültek. Az első mérkőzésen azért ott volt 2000 néző, a második zárt kapus meg volt. És természetesen van egy olyan lélektanés neki, hogyha két csapat találkozik, és az egyik agyonveri a másikat, akkor a más második napra a győztesnek kisebb inger lesz a meccs, viszont a vesztes csapat mégis meg akarja mutatni, hogy valami köze van ehhez a sportákhoz. Tehát szerintem ezekből az elemekből logikusan adódott ez az eredmény. Ha a kapusposztot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy kétféle edzői felfogás létezhet. Elég most a legutóbb a hétvégén látott férfi Veszprém-Szeged rangadóra gondolni, az egyik oldalon a szegedieknél Sierra védett, védett, védett Ő az első számú kapus tulajdonképpen is kimondottan, a másik oldalon pedig két kapus cserél ugye a Miklár Alilovicsket, és ez most a női válogatottnál a, a közeljövőben és egyáltalán a távolabbi jövőben hogy lesz szerinted? Szerintem úgy lesz, hogy Kiséva mellett most már Bíró Blanka is egyértelműen ugyanazon a szinten van, és Januri Kingát se felejtsük, akinek például remek mérkőzései voltak az Európa-bajnokságon. Tehát ez, ne, ez, nem egy, egy fő kapusos válogatott lesz. Semmiképpen. Uh -huh. És ugye a, a, futballba beraksz egy kapust, akkor valószínűleg nem fogod lecserélni. Kézilabdába akár 10 percenként cserélhetsz. Tehát szerintem mindig érdemes megragadni a lehetőséget, és az adott ellenfélhez, meg az adott mess szituációhoz képest a pillanatnyi legjobb megoldást alkalmazni. Hát igen, kézilabdába gyakorlatilag a kapus cseréje is egy taktikai elem lehet. Pontosan. Az ellenfelekkel szemben. Na most ugye itt a hiányzott az összetartásról, tudjuk, ő hozott egy magáni életi döntést, gyerekvállalás engem az érdekel, hogy szerinted ki helyettesítheti őt? Nyilván több esélyes ez, tehát a, 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 hátsó középjátékosokkal jól állunk. Nálam még Görbicenit és mindenképpen irányító. Kovacsics Anikó is mindenképpen irányító, dacára annak, hogy az elmúlt években játszottak szélsőt, de hát a fiatalok között is vannak kiváló irányítóink. Akár most a, a Győrből Kisvárdára szerződött Tóth Gabira is még három évvel ezelőtt azt mondták, hogy az új Görbic. Én akkor is azt mondtam, hogy nem, mert egészen mást játszik, de a posztja ugyanaz. Úgyhogy a magyar válogatott szerintem középjátékosokban egyáltalán a magyar kézilabda jól áll. Erre vagyok kíváncsi, mert ebbe azt érzékelem, hogy mintha Kim Rasmussen sokkal jobbnak látna a helyzetet, mint mi magyarok általában. Ez esetleg azt lehet mondani, hogy más út is előfordulhat, hiszen ő nemrégiben áradozott róla, hogy mennyivel több itt a tehetség, mint a skandináv országokban. Ez nem csak udvariasság? Szerintem nem, mert amikor Karl Erik volt a magyar kapitány, akkor ugye ő Norvég, egészen komolyan azt mondta, hogy ha a Norvég és a magyar kézilabdából 50-es keretet hirdetne, abban 15 Norvég és 35 magyar játékos lenne. Más kérdés, hogy a kezdőcsapatban valószínűleg, hogy inkább 4 és 5 Norvég lenne, de a mi merítési lehetőségünk az, az, nagyon nagy. Magyarán mondva, akkor itt a fő feladat az, hogy ebből az egyébként létező nagy merítésből azt elérni, hogy ha a végén egy ilyen típusú összehasonlításban, Dánoknál, norvéoknál. Azt a kezdő kellene hirdetni, akkor megmaradjon az az arány, ami a, ami a széles merítésben igaz. Hát igen, mert nem 35-35-tel lejátszák a kézben, de hanem 7 7 Tehát Igen, igen, igen. A, a piramis alja az, az valószínűleg, hogy abszolút versenyképes, a csúcsnak is annak kell lennie. Véleménye szerint, amit eddig láttál a mestertől, ő képzésben, a fiatalok felzárkóztatásában, beépítésében mennyire intenzíven fog együttműködni? A szó jó értelemben beleszólni a klubok működésébe. Beleszólni nem fog a klubok működésébe, de abban biztos vagyok, hogy a fiataloknak nagyon jó impulzusokat fog adni, mint hogy ezt karl -Erik bőn is megtette, mert a fiatal játékosnak igazából a bizalom az, ami, ami szárnyakat adhat. És nem az a bizalom, ami csak úgy kötelező az edző részéről, és úgy tesz, mintha bízna benne, hanem, hanem hogyha ránéz, akkor, akkor úgy néz rá, hogy benned látom azt, hogy te leszel a következő évek legjobb szélsője, és hogyha ezt a játékos elhiszi, és tényleg megvan benne a képesség, akkor különösen női sportoló esetében ez nagyon nagyot lendíthet. Attila, hadd kérdezelek még egy mondat erejéig a férfi válogatottnál. Ott ugye az a helyzet, hogy majd a nyáron érkezik, ahogyan a Veszprémhez is, Jubomir Vrányes. Mit lehet már tudni a szövetségbe az ő káder terveiről, az ő építkezési terveiről. Olyan ember, aki nem hiszem, hogy megérkezik, és utána kezd el tájékozódni. Nyilván nem. Sőt, tehát ugye Vrányes olyan tekintetben nyitott könyv előttünk, hogy 2010 óta a Flensburg edzője, azért amikor oda került a Flensburghoz, a Flensburgot, hát a, a közvetlen német élvonal utáni a, közép, a középmezőny elejére tagsálták, majd 2014-ben bajnokok ligáját nyert összehasonlíthatatlanul gyengébb anyagi lehetőséggel és merítési lehetőségekkel, mint a nagy klubok, mondjuk a, mondjuk a Kiel vagy a Hamburg. Tehát Franyes kifejezetten az a típusú edző, aki már Flensburgban is azt mondta, hogy a saját utánpótláshoz bátran kell nyúlni, a fiatalokat mindenképpen foglalkoztatni kell és be kell őket építeni a csapatba egészen más felhatalmazással fog munkához látni, mint, mint Xavi Szabate, aki ugye a Veszprém másodedzője volt, aztán egyszer csak egyik napról a másikra Veszprém vezetőedzője lett, majd egy-két hónap múlva a magyar válogatott szövetségi kapitány, és neki nyilván magára is minden pillanatban koncentrálnia kellett, hogy ezt az elképesztő ö, szintkülönbséget meg tudja ugorni. A Vrányes úgy ide, ö, mint aki azt mondták, hogy na végre a világ egyik legjobb edző lett a magyar kapitány. A szó jó értelmében egy diktátornak kell lennie? És mindenképpen, hát a, a sportban, a különösen egy, egy csapat életében, edző-játékos nincsen demokrácia, csak a, a, a diktátornak vagy az edzőnek meg kell, hogy legyen a felhatalmazása ehhez, és az például az edző, meg a játékos múlt, hogy mit ért el, Vrányes esetében ez nem kérdés, hogy megvan. A legesleg végén még azt mondom meg légy szíves, hogy a szövetség további döntésekbe tudja őt segíteni abba az irányba, hogy ezek a bizonyos fiatal magyar játékosok hát nekik maguknak kell kiküzdeni a jó szereplést, de hogy administratíve is minél jobban előttük legyen ez az út, vagy pedig menjenek el légiósnak. látunk jó példákat most. Látunk jó példákat, de hogyha mi komolyan gondoljuk azt, hogy a női meg a, b a férfi Final four is szeretnénk egy-két magyar csapatot látni, akkor mi nem követhetjük az izlandi példát. Izlandnak remek válogatottja van, de soha nem lesz egy BL főtáblás csapata sem. Mi egy másik úton indultunk, és nem hiszem, hogy erről az útról letérnénk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm én is.